Szép jó reggelt mindenkinek, srácok! Reggel 7 óra van, mondjuk teljesen mindegy, mert ki tudja, mikor nézitek a videót. Na hát, mindegy, ez van. Most végeztem így a reggeli túrámmal, és megyek hazafele, ugye hát, ahogy mondtam, szerintem már elmondtam valamikor ezekben a reggeli túrákban, az a jó, hogy én felkelek reggel 4-kor, 5-kor már átveszem az autót, és elindulok ide Ravensburgba kipakolni. Mert ugye a reggeli túra az csak egy kipakolásból áll. Aztán igen, ilyenkor hétre nagyjából végzek is, 8-ra otthon vagyok, és egész nap gyakorlatilag ráérek, amikor nem megyek délutáni túrázni. Azt hiszem ma pont van délutáni túrám is, de teljesen mindegy, mert az 5-kor van, szóval délután 5-kor indulok arra. De most így 8-ra hazaérek, és 8-tól 5-ig kb. Szabadidőm van. Teljesen mindegy, nagyjából ennyi a lényeg, és ahogy észrevettem, az előző ilyen vezetős vlogot eléggé szerettétek, szóval úgy viszonylag sok pozitív komment jött, hogy tetszett nektek, meg hogy láttam olyat, hogy ugye ez a videó ilyen kicsit chillesebb, nem az az összevágott, folyamatos inger, meg minden, hanem ilyen lazább, beszélgetősebb, hát nyilvánvalóan, szóval egy ilyen vezetős vlogot jó, lehet, hogy meg lehetne úgy vágni, hogy ugráljon, folyamatos inger, meg minden, de nem, én egy kicsit chillesebbre veszem. Lehet, nem is vagyok annyira kreatív, hogy megcsináljak egy ilyen vágást, teljesen mindegy. Ez így ennek a vezetős vlog műfajnak jól áll, szóval jól áll neki, hogy egy kicsit ilyen visszafogottabb, meg minden. Jó, oké, hála Istenem, hogy semmi lehet, kicsit későn néztem ki, na mindegy. Na szóval, ott tartottam, hogy igen. Szóval ez ilyen, ahogy írta az egyik kommentelő, reggeli vajaskenyér közben hallgatni, szinte tökéletes. Hát ez az este 22 lacika feeling. Na mindegy, szóval ugye az előző videóban, hogy nagyjából úgy nézett ki, hogy beszéltem, csak hogy random épp, ami eszembe jutott. Nem tudom, hogy az-e a jó formátum, vagy pedig ez, amit ma próbálok meg, hogy egy kimondott témával készülök. Idefele úton azon gondolkodtam, hogy mi legyen a téma, és ami engem mostanában így elég érdekel, meg így foglalkozok vele, nem tudom hányan tudjátok, miről beszélek, az a Counter-Strike skinek és befektetések. Szóval hozzám mindig is egy kicsit közel állt ez a téma, ugyanis amióta játszok a Counter-Strike-val 2017 óta, már tehát Cségóval, mert a C1.6-ot általános iskola alsó osztályába sulis számítógépeken már toltuk. Szóval, amióta én a Cségóval játszom, engem kb. Azóta érdekelnek a skinek, befektetések, 2017-ben elkezdtem már játszani vele, és akkor úgy voltam vele, hogy az a kis összekuporgatott pénzemet így összeszedem, és felrakom. És akkor volt ez ilyen nagyjából 20-30 euró körül, amiből már egész fasz a skineket, szóval tudtam venni nagyon jó AK-t, M4-et, AWP-t, és akkor jött az első ilyen, mit csináljak vele, pár hétig használtam, aztán így meguntam, és először arra gondoltam, hogy felváltom ezt a három nagyobb ilyen kb. 10 euró skint több kisebb skinre, és akkor építek egy teljes loadoutot, teljes raktárat. Nem ezt tettem. Mert ekkor jött velem szembe az, hogy van egy ilyen opció, hogy tök könnyen meg lehet sokszorozni ennek az értékét. Hát nyilván mi más 2017-ben beszélünk, mi pörög ilyenkor nagyon. Nem más, mint a gambling. És Tamás úgy volt vele, hogy do it, ingyen pénz. Nyilván nem, szóval manapság már nem állnék neki gamblingezni, most is már van egy viszonylag jó inventorium, de erről majd beszélni fogok, szóval ugye akkor így rám jött az, hogy gambling, és akkor sokszorozzuk meg a pénzt, és nyilván akkor is utána néztem már, hogy ez hogy működik meg minden, és minden videóban azt mondták el, hogy ne csináld, hülye gyerek, nem szabad, elveszted, lehet, hogy egy ideig profitálsz vele, de aztán elbukod, és az a helyzet, hogy ez nálam nem nagyon jött be. Szóval voltak olyan vinnyeim, hogy kalapkabát, elképesztő volt, szóval tényleg az, hogy 20-30, kb. 30 euróval kezdtem, és
pár nap alatt ott voltam vele, hogy volt késem. És akkor én ezt úgy éltem meg, hogy úristen, ez a világ legjobb dolga, és elkezdett kialakulni nálam egy ilyen kis függőség, ami elég rossz dolog. Mondjuk nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy nem jöttem ki belőle rosszul, de szerintem ilyen millióból egy eset. De nyilván velem is volt olyan, hogy majdnem lenullázódtam, szóval emlékszem, volt egy bajonett scorchdom, és azt így egy este alatt elbuktam. Szóval így beraktam, játszok vele egy kicsit, és hát az így teljesen elment. Azt hiszem crash-en szoktam be. Na mindegy, szóval ilyenek is előfordultak, viszont viszonylag hamar vissza tudtam ebből jönni, ebből a kb. Nullázódásból. De ez is egy olyan szerencsével, ami kb. Embernek egyszer jön be az életébe. Közben még a reggeli kávémat iszogatom, mert ahogy mondtam, 7 óra van. Na szóval, ez a nulláról visszajövetel, ez úgy nézett ki, hogy nem tudom hányan ismeritek gamblingbe azt a játékmódot, a jackpot. Na most ez úgy néz ki, hogy mindenki betesz valamennyi értékű skint, és ugye nyilván van egy price pool gyakorlatilag, hogy benn van egy csomó skin, és azok között sorsolja ki, akik betettek. És ez úgy nézett ki, hogy ugye minél nagyobb értékbe tettél be skint, annál nagyobb az esélye annak, hogy nyersz. Szóval ha van benn mondjuk 10 dollárnyi skin, úgyhogy valaki betett egy 5 dollárosat, valaki betett egy 3 dollárosat, valaki betett egy 2 dollárosat, valaki betett egy 1 dollárosat, és így összejött a 10 dollár, jól számoltam, ugye? Most nem tudom, még korán van, de nagyjából a lényeget értitek, szóval, hogy így több kisebb skinből összerakódott egy nagy értékes, nyilván az nyeri meg, aki, mert tehát annak van a legtöbb esélye, aki a legnagyobb értékbe tett be, és ez így osztódik le. Na most ez nálam úgy nézett ki, hogy betettem egy ilyen 1 dollár valamennyi skint, egy ilyen kb. 8 dolláros price pool-ba, szóval alapból se volt sok esélyem nyerni. És nagyon sok embernek volt a mániája az, hogy az utolsó pillanatban betett valami irreálisan nagyot a price poolhoz képest. Szóval mondtam, hogy a 8 dollárral játszottunk, és így volt kb. 1-8-hoz esélyem nyerni. És az utolsó pillanatban betett valaki 150 dollár értékbe valami kést, és akkor így ezt azért csinálják, mert akkor nyilván 99,9% eséllyel megnyerik. Na most, ezt így tervezte el a faszikám, aki ezt meg akarta oldani, szóval benn volt, aki pár embernek összejött ez a 8 dollárja, én az 1-8 esélyemmel ott néztem, hogy na, hát ha, és akkor az utolsó pillanatban berakja azt a 150 dollárt, na mondom, jól van, itt van bukó, 0,002 vagy valami ilyesmi százalékon volt, most nem fogom fejbe kiszámolni arra, mert hogy pontosan mennyi volt, már nem emlékszem. Akkor néztem, hogy jó, akkor ez az 1 dollár a skinit elúszott, na mindegy. Szerintetek mi történt? Elúszott a ló, ezt úszott el. A 0,00, mit tudom én, mennyi esélye beadott engem. És akkor így néztem ki a fejembe, hogy ember mi? És komolyan. És ja, szóval ez így összejött, mondom, az embernek szerintem életében egyszer van ekkora szerencséje. És akkor úgy kivettem egy Karambit Forest TD patot, vagy Boreal Forestet. Nem tudom, a kettő közül az egyiket. A kettő az annyira hasonlít egymásra, sokszor nem tudom a különbséget. Jó, nyilván, hogyha így ránézek, tudom, hogy az egyik ilyen pixelesebb, a másik pedig egy normális terep, mint a több. Nem ez a lényeg. Szóval kivettem egy Karambit Forest DD patot. Amúgy régi szép idők, amikor régen ilyen nagyjából 150-160 dollárból az embernek volt karambitja. Hát ez manapság álom, manapság mit tudsz ennyi pénzből. Örülsz, ha egy szebb Fashion Knife-ot kapsz. Amúgy a Fashion Knife szerintem egy alulértékelt dolog. Az egyik kedvenc késem. Ugyanis elképesztő jó animációi vannak, elképesztő jól néz ki a pengéje. Na mindegy. Nagyon sokszor eltérek a tárgytól. Mindegy, szóval ez volt a múltam. És így 2017-ben így gamblinggel egy viszonylag szép inventory-t összefogoltam, szóval ott már voltak lore-kések, meg minden kutyafasz, amit el tudtok képzelni.
Na most én azt 2018 közepén, úgy nagyjából közepén addig csináltam, és akkor eladtam a teljes inventorimat, és setupot vettem belőle. Szóval ja, akkor vettem egy ilyen akkor komolyabb gaming setupot, most már viszonylag gyengébbnek mondanám, de akkor nekem a laptop után egy hatalmas felüdülés volt. Jó, most is laptopom van, de akkor egy gyenge laptopom volt, és utána vettem egy erős asztali gépet, és azt az erős asztali gépet használtam nagyságrendileg olyan 2022 közepéig, és 2022 nyarán vettem meg a mostani laptopomat. Na mindegy, szóval erről ennyit. És hát ahogy eladtam 2018-ban azt a raktárat, akkor volt utoljára így mostanáig egy komolyabb raktárom, bár akkor így nagyjából abban is hagytam a Counter-Strike-ot, és inkább rámentem a Rainbow Six-re. Na most ez megint megcserélődött, ugyanis most, ahogy tavasszal bejelentették a C2-t, mindenki rá lett hype-olva a Counter-Strike-ra, és mondom, Counter-Strike. És így elkezdtem játszani, és nem tudom, mennyire rossz dolog az, hogy csak az kinek miatt játszok, de nem tudom, nekem valahogy ezeknek van egy varázsa, mert ahogy elkezdtem újra játszani a Counter-Strike-kal, már így éreztem, hogy azért kéne most így, nem tudom miért, penisz növelés vagy. Mit tudom én, ez egy ilyen értelmetlen dolog, amit csak azért szeret az ember, mert hogy van, értitek? Megmagyarázni soha nem fogom tudni, hogy miért szeretem azt, hogy nekem nem az alapkés van a kezemben, hanem most jelenleg egy flip knife. Szóval fogalmam sincs, hogy ezt miért szeretem ennyire. Talán így a tömegből kitűnés, vagy én nem tudom. Mindegy. Szóval nem is ez a lényeg, annyi a lényeg, hogy én szeretem. És most így, hát ezen a nyáron úgy voltam vele, hogy fektetek bele egy kis pénzt, most már nem kezdek el gamblingezni, a tököm ki van vele, meg most már a gambling se úgy működik, mint régen. Szóval úgy voltam vele, hogy jó, most befektetek, szóval tényleg annyi pénzt rakok be, amennyi értékben veszek skineket. És így raktam be némi pénzt mondjuk T-Marketre, mert ott amúgy sokkal olcsóban meg lehet menni a skineket, nyilván mint Steam piacon, és ott is lehet eladni, nyilván olcsóban adod el, mint Steam piacon, de legalább azt a pénzt ki tudod venni, majd egy kicsit később. Szóval most jelenleg állnak a skinek az inventoriumban, mondom, a legértékesebb skinem egy Flip Knife Forest DD pad, és tudom, hogy a Forest DD padot amúgy nagyon sokan nem szeretik, ez nem tudom miért van, jó, oké, olcsóbb, és olcsó, akkor nyilván rossz, ez amúgy nem így van, baromi jól néz ki. Mondjuk így magába így egynek elmegy, azt mondom, hogy a kés magába egynek elmegy, de van egy kesztyű a Special Glows Forest DD pad. Na most azt még most így a hetekben meg akarom szerezni, mert az a kombó valami zseniálisan néz ki, Jézusom, szóval azt így láttam, és nekem kell egy ilyen. Szóval a Forest DD pad kesztyű a Forest DD pad késsel elképesztő jól néz ki, és akkor még lehet csicsázni, hogy például skinekből is olyat veszel, ami ez a sötét zölde bárnyalat, és akkor nem tudom, az így baromi jól tud kinézni. Aztán ja, most D-Marketen nagyságrendileg nem tudom mennyiért. Bocsánat, csak közben kávézom is, meg indul a forgalom. Szóval D-Marketen nagyjából ilyen 140 euró ez a kés. Ja, kb. Olyasmi körül vettem meg. Aztán ki tudja, jön a C2, meg ahogy az elmúlt időben mentek fel a Counter-Strike kés árak, Jézusom. Szóval régen egy ilyen Flip Knife Forest DD pad 80-90 euró volt, most 180. Elképesztő, hogy fölmentek meg. Hát most karambitot nem találsz 500 euró alatt, aztán régen karambitból is volt ilyen 100-200 körüli, meg a billongókésem, ami nagyon durva. Szóval régen nyilván billongókésem is volt, amúgy a, hogy hívják, Steam profilomra azt hiszem kilistáztam azokat a késeket, amikkel itt játszottam is, szóval
amik nem csak azért voltak, hogy álltak a inventory-ba és értéke volt, hanem amikkel játszottam is, azokat kilistáztam a Steam profilomra. És igen, szóval volt Butterfly Knife-om, hát Jézusom, manapság a Butterfly Knife lett a 600 vagy 800 eurónál kezdődnek, akkor az is ment ilyen 200-150-200 körül, szóval elképesztő, hogy felmentek ezek az árak, és nem tudom, én most így valamilyen szinten reménykedem abba, hogy talán megint felmennek az árak, jó, mondjuk, ha nem, akkor se vágok eret, mert nem egy olyan, nem több ezer eurót fektettem bele, és akkor, ha elbukom, akkor értitek, gatya van, hanem szóval tényleg ilyen kisebb tételek, 150 euró nagyjából. Aztán mondom, még akarok befektetni, mert az a kesztyű iszonyúan tetszik, aztán egyelőre használom, és hogyha mit tudom én, hónapok vagy évek múlva felmegy az ára, akkor lehet eladom, valószínű eladom. Mert tényleg elképesztő, hogy egy ilyen dologba be lehet fektetni. Nyilván nem annyira stabil befektetés, mint például egy részvény, vagy mit tudom én. Mikbe szoktam fel, általában részvényekbe, ja. Hát mondjuk azok se olyan stabil befektetések manapság a mai gazdasági helyzetben. Teljesen mindegy. Szóval igen, én nem tudom, valahogy élvezem ennek az egésznek a világát, meg tényleg amennyire el lehet veszni a float-okba, a mindenbe, a pattern-okbe. Érdekes kis világ, és hogyha valakinek megtetszik ez a hobbi, akkor nagyon hamar be tudja szippantani. Szóval ja, most reménykedem, hogy lehet felmegy az inventory-nak az ára, pláne, hogy most jönni fog a C2. Ha meg nem megy fel, akkor pedig ez van. Buktam vele 150 eurót, de legalább játékban van egy fasza itemem, és kicsit kitűnök bele a tömegből, ami már eleve egy jó dolog. Meg hogy lehet cserélgetni minden, hogyha megunod újat szerezni, mondjuk, nem tudom. Velem van egy olyan probléma, hogy egy hétig használok egy kést, és megunom, és újat akarok. Lehet, hogy ez problémás, és általában 2017-ben volt olyan, hogy egy kést hónapokig használtam, de azt is azért, mert külön volt CD és DG-sem, szóval úgy egy kicsit nehezebb ráunni, hogyha mindkét oldalon teljesen más késed van. 2017-ben volt velem olyan, hogy T oldalon volt egy Flip Knife Tiger Tooth-on, CT oldalon pedig volt egy M9 Bayonet Forest DD padom, és akkor a kettőt egyszerre használtam, ugye másik csapatban vagyok, akkor másik kés, és nem tudom, ennek is volt egy feelingje. Nyilván szerintem az emberek szemében nagyjából megvan, hogy melyik kés illik inkább téghez, melyik illik inkább CD-hez, vagy melyik az, ami mindkettőhöz illik. Nem tudom, nekem a Flip Knife az inkább ilyen terroristás kés. Aztán ja, most is, hogyha megszerzem ezt a Forest DD-ban kesztyűt, akkor valószínűleg meghagyom a Flip Knife Forest DD-padomat is, és CD oldalra szerzek valami CD-sebb kést. Jaj, miért végezett el nem ez a kamion? Szóval CD oldalra is szerzek egy CD-sebb kést, mint például nem tudom, a bajonettek azok tökre jók, mondjuk azok is már csillagászati árban vannak az a baj, de az olcsóbbakat nézzük, akkor szerintem a Huntsman Knife az inkább illik CD-hez. Vagy nem tudom, ezt majd megnézem, de hogyha megvan a kesztyű, akkor fix, hogy CD-hez is szerzek valami faszakést. Az is ilyen Forest DD-pad mindenképpen, az brutál jól megy a Forest DD-pad kesztyűhöz. És akkor azzal valószínűleg hónapokig vagy évekig játszani fogok. Mondjuk nem tudom, amíg felmegy az ára, addig biztos, ha meg nem megy föl, akkor meg mondom, hogy legalább egy jó kis befektetés, aztán ennyi. Szóval én tök jól el vagyok ezzel, élvezem ezt a kis világot, és nyilván megvan az embereknél az a réteg, haveroktól is hallottam már, hogy ember, hülye vagy, szóval pixelekért kiadni ennyi pénzt, nem tudom. Szóval, ha az ember élvezi meg, gyakorlatilag mondhatni ezeket használati tárgyaknak, mert igaz, hogy in-game kozmetikai itemek, de végül is használod meg, megkülönböztettük.
meg tudod különböztetni az többitől, meg így nem tudom, hogy tudnám ezt elmagyarázni, de... Ja, szóval, nem tudom, számomra ennek van egy ilyen mélyebb jelentése, mint hogy pixelekért pénzt adni, mert gyakorlatilag, ha az NFT-ket nézzük, az micsoda. Szóval, jó, oké, ez egy kicsit bonyolultabb sztori, de az NFT-nek is megvan a maga világa, meg hogy az is befektetés gyakorlatilag, tehát mondom, hogy a Counter-Strike skineket is tudjuk befektetésnek nézni. Szóval igen, én ezzel a mondattal soha nem értettem egyet, hogy pixelekért pénzt adni. Ez egy hobbi, és nyilván egy hobbira rá kell költeni, hogyha szerencsés vagy profitálni is tudsz belőle, de nem tudom, mit tudnék felhozni példának, amit mondjuk én nem értek, és az emberek milliókat is bele tudnak ölni. Nem tudom, például, ha csak a családból nézzük, ilyen a horgászat. Szóval én azzal mindig úgy voltam, hogy most komolyan azért fizessek csillagászati összegeket, mert hogyha tényleg valaki belemegy bele a horgászatba, azért hát igen, elég durva a pénzeket bele lehet ölni, például ahogy mondtam, családból is nagyon durva pénzek bele lettek ölve abból, hogy ilyen komoly etetőhajó, ilyen versenybotok, mindenféle kiegészítő, ami azt sem tudom mire való, meg egy horgászat alatt elő kell egyszer, mondjuk én akkor családdal kimegyek horgászni szörvő évente egyszer, mert amúgy mondom, én borzasztóan unom és nem tudom megérteni az embereket, akik erre költik a pénzt, de engem nem zavar, hogyha valaki élvezi, akkor csinálja nyugodtan. Szóval mindig megvan az a réteg, mindenből van, minden dolog, amire pénzt lehet költeni, van egy olyan réteg, aki úgy is fog rá, mert tudjátok, kereslet kínálat. Hogyha a Counter-Strike skinek tényleg ennyit jelentenének, hogy a pixelekért fizetsz, akkor szerintem nem lennének olyanok, amik millió dollárokat érnek. Mert tényleg, megnézze egy Karambit Blue Jam-et, az én a ugyanolyan pixelek, mint például egy 3 centes, akármilyen drop skin. Aztán ja, mégis azért van különbség árban. És nyilván a horgászatot hoztam fel példának, ott is meg lehet hozni nagyon olcsóba. Megveszed az 1500 forintos kis izé lógatós botot, azt sem tudom mi a neve, tudjátok, ami olcsó sincs. Csak rá van kötve a damja meg az úszó, aztán horgásszál vele. Na mindegy, szóval mindennek megvan a célközönsége, és nem tudom, én soha nem voltam olyan ember, aki elítéli a másik hobbiát, hogy felesleges. Lehet, hogy én feleslegesnek tartom, de hogyha például egy horgász élvezi azt, amit csinál, hadd csinálja. Meg például az elcig is ilyen, szóval azt is imádom, abból is csillagászati pénzeket beleöltem már, aztán ugyanaz. Szóval mi értelme van annak, hogy nekem van 15 különböző elcigim, ha az összes ugyanazt csinálja nagyon kicsi eltéréssel, és a 15-ből használok 3-at kb. A többi az csak van. És érted, néha előveszem. Ezek azok a dolgok, amit így az átlag embernek szerintem értelmetlennek tűnnek. Hú, világít a nap, közben velem szembe, teljesen mindegy. Szóval ezek azok a dolgok, amik szerintem így az átlag laikus embernek, aki nem foglalkozik ilyennel, értelmetlennek tűnnek, pénzkidobás, de aki benne van ebbe a világba, annak egy hobbi, egy élvezet, hogy is mondjam, dopamin talán. Vagy adrenalinnak nem mondanám, mert az az extrém sport, az a másik olyan dolog, amit valaki hülyeségnek tart, valaki pedig az életét áldozza rá, és minden pénzét belekölti, szóval az extrém sport is ilyen, csak hát az már megint teljesen más, mert nem tudom, mondjuk a horgászatot a Chego skin gyűjtéssel összehasonlítani meredek, de a Chego skin gyűjtéssel szerintem bármi más gyűjtögetést össze lehet hasonlítani, szóval attól függetlenül, hogy a Chego skin gyűjtögetés az gyakorlatilag virtuálisan van, szerintem a 21. században már így annyira mindegy, jó, mindig van az a réteg, aki szerint fölösleges, mert hogy úristen, nem tudod kézbe menni, de érted, ha tudod, hogy az ott van neked, mert érted, van egy bélyeggyűjteményed, vagy nem tudom mit mondjak, ami fenn van a polcon, és ugyanúgy nézed csak. Nem csinálsz vele semmit, csak nézed,
Hát az majdnem ugyanaz, csak jó, azt meg tudom fogni fizikailag, érted? A Chegoszkineket meg nem. Na mindegy, szóval... Én valahogy így állok hozzá ehhez. Mindenki költse a pénzét arra, amire szeretné. Aztán, hogyha ez boldogságot okoz, akkor miért nem legyek az az ember, aki elveszi a másiktól a boldogságot, és megmondja neki, hogy hülyeség. Na mindegy, szóval, nagyjából ez a reggeli ilyen kis agymenésem ennyi. Srácok, ha van valami hobbitok, amit szerettek csinálni és élveztek, akkor költsétek rá a pénzt nyugodtan, ameddig ti azt jónak látjátok. Szóval, mondom, ha élvezitek, akkor csináljátok, és ha nektek ez boldogságot okoz, akkor ne tartson vissza senki azzal, hogy szerinted ez egy hülyeség. Ha te élvezed, csináld nyugodtan. Nyilván oké, ezzel is hát lehet esni a ló túloldalára, szóval mind mindennel. Szóval amikor a teljes megtakarításodat, meg az ilyeneket költöd el a hobbitra, az olyan pénzt is elköltöd a hobbitra, amit már nagyon nem kéne, akkor már lehet, hogy probléma van. De ha még egészséges keretek között csinálod, és azt a pénzt szánod rá, amit alapvetően szórakozásra szánnál, akkor csináld nyugodtan, és érezd jól magad. Szóval én nagyjából már ennyit tudok mondani. Remélem élveztétek ezt így hallgatni a reggeli vajaskenyér mellett, vagy én nem tudom. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!